Magyar Kupa negyeddöntő odavágójának első 45 perce kevés helyzetet hozott a Bozsik stadionban, a csapatok szoros védekezéssel akadályozták meg az ellenfél támadásait. A videóton bizonyult aktívabbnak, az első játékrész egyetlen találatát azonban a Budapest Honvéd szerezte. A 22. percben Lovrić ment el a jobb szélen, belőtt labdájáról, középen ketten is lemaradtak, a hosszú oldalon érkező Lukasz Zelenka azonban közelről a hálóba vágta a labdát, 1-0. A folytatásban egyértelműen a Vidi irányított, csapatunkból főleg Lencse László bizonyult aktívnak, a Honvéd védelme mellett azonban ekkor kevés helyzetet tudott kialakítani a Vidi. Fordulás után a második játékrészt két lehetőség vezette fel. Előbb Szakály Dénes szöglete után a védőktől szorongatott Vasiljevics lőtt mellé, majd nem sokkal később Danilo harcolt ki magának lövő helyzetet, gyenge gurítása azonban elkerülte Bozsovics kapuját, mint később kiderült, ez volt a Honvéd utolsó lehetősége a mérkőzésen. A folytatásban óriási fölényt harcolt ki csapatunk. Az 55. percben Szakály Dénes lövését blokkolták a védők, majd nem sokkal később egy remek kiugratással Lencse lépett ki, a kifutó Kemenes azonban felszedte előle a labdát. A 63. percben az előre futó Lázár Pál került gólhelyzetbe, Kemenes azonban ezúttal is résen volt, és a kapujából kirontva tisztázni tudott válogatott védőnk elől. A 64. percben aztán már a hazaiak portása is tehetetlennek bizonyult, Gosztonyi nagyszerű csellel csapta be a szélen védőjét, középre lőtte a labdát, a berobbanó Nikolić pedig kegyetlenül bevágta a játékszert a léc alá, 1-1. A 75. percben Gosztonyi lépett ki, lövését azonban előbb Kemenes védte, majd a kipattanó után megeresztett próbálkozását a védők vágták ki a gólvonal elől. A hajrában 8 perccel a vége előtt Gosztonyi szöglete után Lipták fejelt, Kemenes azonban a helyén volt, így maradt a végeredmény, 1-1 és döntetlen. A továbbjutás kérdésének eldöntése így a keddi székesfehérvári visszavágóra maradt.